Ma Kőszegen a közgyűjteményi és múzeumi átalakítás tapasztalatairól is folytatunk eszmecserét, és e kapcsán nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy a sajtó kedves munkatársainak is elmondhatjuk azokat a következtetéseket, amelyekről itt most a helyi viszonylatban is meggyőződtünk, és megerősített mindnyájunkat abban, hogy jó úton járunk. És valóban igaz a kultúrában is, amiről beszélünk már régóta, hogy kulturális rendszerváltozás történt az országban. 2010 után elindult egy olyan átalakítás, amely például a közgyűjteményi világot, közgyűjteményi rendszert, a magyar könyvtár és múzeumi világot, ezt nevezzük közgyűjteményi rendszernek, átalakította. Átalakította, és ez a kulturális rendszerváltozás egy nagyon-nagyon fontos és régóta várt folyamat, régóta várt esemény volt. A kulturális rendszerváltozásnak, ennek az átalakulásnak az emberek voltak, az emberek ma is a nyertesei. A közgyűjtemények is nyertesei ennek az átalakulásnak, hiszen a múzeumok és a könyvtárak új fenntartóhoz kerültek, olyan helyre, olyan működtetőhöz, aki leginkább tudja az ő gondjukat. Minden a helyére került ebben az új szerkezetváltozásban. Kiszámítható és emelkedő finanszírozást biztosítunk azóta, mióta megváltozott a struktúra, és nagyobb hangsúlyt tudunk így fektetni a helyi kulturális érdekek képviseletére, ami szintén nagyon fontos. Mi az, ami pontosan történt? Magyarországon a könyvtárak, a megyei hatókörű könyvtárak úgy működtek, ahogy létrehozták ez 1950-es években őket. És ez egészen nem változott 2011-12. A mostani munkánk, a mostani kormánynak a munkája kellett ahhoz, hogy ez megváltozzon. A változás lényege az lett, hogy ezek a korábban megyei, illetve állami fenntartásban működő, de helyben tevékenykedő intézmények a helyi önkormányzatokhoz kerültek fenntartásba, és egyúttal a kormány jelentős támogatást is adott az ilyen szerkezeti változás után. És kidolgoztuk a könyvtárak területén azt az új ellátórendszert, amely az 5000 fő alatti települések esetén külön támogatásban részesíti a megyei hatókörű könyvtárakat az 5000 fő alatti települések könyvtári ellátásának biztosítására. Nagyon fontos, hogy ugyanez a változás megtörténhetett a múzeumi területen. Az országban 212 múzeum került újra a települések fenntartásába. Került újra ahhoz a helyi közösséghez, amely helyi közösség annak idején többnyire létrehozta ezeket az intézményeket, és ahol a helyi identitás letéteményesei intézményként ezek az intézmények, a múzeumok, nagyon fontos volt, hogy ne egy távoli fenntartó legyen, hanem helyben a helyiek, a helyi közösség választott képviselői működtethet. Tehát a múzeumi rendszerben 212 ilyen múzeum került újra a települések fenntartásába, és itt is megjelentek az új támogatási források. Tehát egyúttal változott a struktúra, és a finanszírozás is emelkedett, és biztonságossá vált. Nagyon fontos azt is tudni, hogy mik ezek a számok. A könyvtárak esetében az imént említett könyvtári 5000 fő település alatti vidéki kistelepülési ellátás, a könyvtári szolgáltatórendszer az 1,7 milliárd forintos támogatást kapott 2013-ban, ez a forrás korábban nem volt. És most ebben az évben ez emelkedett 120 millió forinttal, és 1 milliárd 820 millió forint az a támogatás, ami erre a területre érkezik a kormánytól. Ugyanígy a könyvtárak fenntartására, tehát nem a 5000 fő alatti települési szolgáltatórendszer, hanem a nagy megyei hatókörű könyvtárak működésére is biztosítunk 2,8 milliárd forintot. Így aztán elmondhatjuk, hogy a magyar könyvtárügy az 4,9 milliárd forint támogatást kap a kormánytól, és ez a támogatás 2014-ben, ahogy mondtam, jelentősen több mint 100 millió forinttal emelkedett. A múzeumoknál ugyanez volt a helyzet. Ahogy a múzeumok a településekhez kerültek fenntartásba, megjelentek új támogatási források. Megjelent új támogatási forrás, mert például olyan települések esetén, mint Kőszeg,
mint Hajdúböszörmény. És más múzeumot föntartó települési önkormányzatok korábban nem kaptak a múzeumok működésére támogatást, de 2013-ban elindítottunk egy olyan programot, amely több mint 1 milliárd forintot biztosított ezen településeknek a múzeumok fenntartására. Ezt a forrást most ebben az évben, 2013-14-re emeltük 45 millió forinttal. Ráadásul működtetünk egy múzeumi szakmai támogatási, szakmai fejlesztési programot is, ami tavaly még 300 millió forintos pályázat volt, most hirdettük meg, és ezt örömmel mondom mindnyájuknak, hogy idén már 340 millió forintos múzeum szakmai fejlesztési programot hirdettünk, amellyel a kiállításokat tudják megújítani, amely a múzeumok szakmai munkáját tudja segíteni. Hogyha mindehhez még hozzávesszük a megyei hatókörű múzeumokat, tehát a megyei jogú városokban működő múzeumok támogatását is, mert azok is a megyei jogú városok fenntartásába kerültek, és ahhoz is hozzájárul jelentős támogatással a kormány, az 2,4 milliárd forint, akkor elmondhatjuk, hogy mindez összesen közel 4 milliárd forint, több mint 3,9 milliárd forint, amit a múzeumi támogatásra biztosítunk. Így aztán mondhatjuk örömmel, hogy a kulturális rendszerváltozásnak az egyik nagyon sikeres lépése volt a közgyűjteményi rendszer átalakítása, és az átalakítás során megváltoztattuk a szerkezetét ennek a világnak, és egyúttal új támogatásokat is biztosítunk, hogy ebben az új fenntartói lehetőségben a múzeumok minél jobban tudjanak működni. Biztonságos lett a működésük, és mindennek az a lényege, hogy a múzeumok és a könyvtárak több programot tudnak biztosítani az embereknek. És az nagyon fontos, hogy a kormány a településeken és vidéken is biztosítja a kultúrához való hozzáférést, mert a múzeumok, könyvtárak, de a közösségi házak, művelődési házak fenntartásának segítésével mindez fontos, hogy ehhez hozzájáruljunk, és ezután is így legyen.